Kicsi? Közepes? De semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek. Na nézzük akkor, hogy mi van a KKV hírekben. Többek között az, hogy amit a Világgazdaság oldalán lehetett olvasni, hogy amikor azt a hír, vagy azokat a híreket halljuk, hogy a közbeszerzések kapcsán milyen összegekről van szó, akkor általában több milliárdos megbízásokról lehet olvasni. Ez ugye könnyedén eltántoríthatja a kis és középvállalkozásokat, holott a tenderek között lényegesen kisebb értékre szóló beruházások meg beszerzések is vannak. Tehát ez az a tipikus eset, amikor az ember legyint egyet, mert látja, hogy van valami közbeszerzés, vagy valami uniós pályázat, és akkor azt mondja, hogy de hát ezzel nem tudok mi foglalkozni. Sőt, olyanok is vannak, írja tehát a vg.hu, amelyeken mikrovállalkozásként lehet részt venni. Na, szóval, hogy ezt foglalja össze ez a cikk, és azért érdemes átolvasni. Kezdi azzal, hogy milyen értékű közbeszerzések léteznek, és veszi sorra a remek alternatívákat, például a magánbeszerzéseket, vagy pedig, hogy alvállalkozóként hogyan lehet részt venni. Tehát igen, nem... a magánbeszerzés ezek alatt a limit alatt történik, ja, igen, tehát például igen. Egy szolgáltatás, egy árunál 15 millió, építési beruházásnál 25, egyéb esetben akár 75 is lehet ez, és ez alatti szinteken ugye meg magánbeszerzés lehet az adott esetben, sőt, mi több olyan is előfordulhat, hogy feldarabolják ezeket, tehát hoz is egy példát, mondjuk 12 részre bontott tonerbeszerzés, ugye a nyomtatóba való. Ja, uh-huh. Cucc esetén 2000 forint lehet például egy önálló közbeszerzési rész. Tehát egészen picire föl lehet ezt darabolni. Ez tényleg? Aha, igen, ez izgalmas. És hát ez azért is lehet igaz, de nem csak ugye a nagy összegű beszerzésekről hallunk híreket, hanem arról is, hogy vannak ilyen nagyon menők, akik így rendre tudják nyerni ezeket a közbeszerzéseket, uh-huh. És abba lehet bízni, hogy az ilyen kisebb összegekért talán ők nem hajolnak le. És ezért is lehet esélye a kisebb cégeknek. Egyébként a tenderkötőjelértesítő.hu-n tavaly évben 9 millió hirdetmény jelent meg, tehát érdemes a KKV-knek ott bogarászni, mert ott simán lehet ilyen kisebb kiírásokat is találni. Hát nem is csak egyedül lehet ennek az egésznek neki menni, mert hogy alvállalkozóként is részt lehet venni, tehát hogy nem kell feltétlenül önálló pályázóként indulni ez egy ilyenben. Tehát például ugye a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egy vállalkozás a közbeszerzést elnyerő céggel szerződjön alvállalkozóként különböző részfeladatok ellátására, vagy áruszállításra például. És hát ennek az az előnye, hogy alvállalkozóként nem kell megfelelni azoknak a szigorú alkalmassági feltételeknek, amelyeket a tenderen indulókkal szemben támasztanak. Igen. Aztán van egy jó hírünk, miszerint mostantól a 2019-es alapítású és pozitív üzemi eredményű cégek számára is elérhető a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön, ezt közölte az MNB. MNB? Tehát az MFB-nek kellett volna ezt közölnie. Ugyanis ez náluk érhető el, illetve az MFB pontoknál, és egy picit mi bízunk benne, hogy talán mi is benne voltunk ebben, ugye az MFB is. Igen, az MFB közölte, mert hogy közben azt is elmondták, hogy több mint 20 milliárd forint kamatmentes gyors kölcsönyt igényeltek eddig a magyar KKV-k. Igen, igen, igen. Úgyhogy ezt mi is veszegettük ezeknél a beszélgetéseknél, ugye, hogy mi a helyzet ezekkel a dolgokkal. Már akkor is kaptunk ígéretet arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják, felülvizsgálják, és most ennek az eredménye, hogy ezek a friss alapítású cégek, de már akár az első évükben pozitív üzemi eredményt felmutató cégek számára is elérhető a gyors kölcsön. Na, ezek voltak a KKV híreink. Azt mondja a kedves hallgatón Gábor, hogy jó reggelt, M0 M5 felé Sziget-Szent Miklósnál stau, most, nem két hét múlva. Biztos lemaradtál róla, mert bemondtuk, hogy van, de természetesen ismételni fontos ezt az infót is. Azt mondja, hogy egy másik üzenet ez SMS-ben érkezett. Sziasztok, ti milyen vírusmetrika mentén döntötök arról, hogy mikor lesztek együtt a stúdióban? Kérdezi Szőke kapitány.
Ez egy érdekes dolog, igen, ezt elkezdtük beszélgetni, egész pontosan én kezdtem el az Ács Gáborral, tehát nem stáb szinten, csak múltkor ezt így elkezdtük feszegetni, hogy kéne egy ilyen stáb megbeszélést tartani. Hát nem tudjuk, ugye egyre oltottabbak vagyunk, de mindenki még csak az első adagnál tart, a járványhelyzet olyan, amilyen, tehát igazán nekünk is még elég homályos, úgyhogy még... Hát ez nem csak... Igen. A helyzet a következő. Össze kell adni az összes tényezőt ahhoz, hogy dönteni tudjunk. Tehát mindenkinek van családja, mindenkinek van az a pár ember, akivel érintkezik. Hogyha mi is érintkezünk egymással, akkor exponenciálisan megnő a lehetősége annak, hogy egymásra veszélyesek legyünk, és a többi, és a többi. Tehát igazából... Ugyanakkor meg egyelőre mindannyian asztrát kaptunk, aminek ugye az első adagja is már egész komoly védettséget ad 22 nap múlva, tehát ezt is figyelembe lehet venni, úgyhogy elég sok mindent kell mérlegelnünk ahhoz, a védettséget ad, csak hogy ugyanúgy hordozhatóvá vál, tehát ugyanúgy hordozó lehetsz. Jó, hát ez alapján ugye örök életre így maradnánk, igen. Tehát valahol meg kell húzni azt a vonalat, amikor az első lépés biztos az lesz, hogy majd bejárogatunk így párban, de vendégeket még nem várunk, mert az egy másik kategória, ugye, hogy egy átjáróház legyen a stúdióból, és jönnek, mennek ismeretlen kontaktussal és oltakozással bíró interjúalanyok, de hogy ez az első lépés, mikor lesz, még ezt se találtuk ki. Igen, hát fontos az, hogy a család is hogy áll átoltottságban például, ez és akkor így lehet dönteni. Ez. Tehát igen, gondolkodunk rajta folyamatosan, de minden azonáltal azt gondoljuk, hogy ez egy viszonylag jó megoldás, amit most alkalmazunk. Igen, viszonylag egy nagy taslit nem tud adni vagyunk, nekem a Balázs ilyenkor, amikor beleszólok, egy nagy taslit nem tud adni, de minden más megy. Igen. Szóval az a tisztában vagyunk, hogy jobb és hangulatosabb az, amikor együtt vagyunk egy helyen, de szem előtt kell tartanunk a biztonságot. Sziasztok! Külföldön az önkiszolgáló kasszáknál le lehet mérni a saját szatyrodat az elején, és rögtön oda abba lehet pakolni. Nem tudom, ez nálunk miért nincs még. Teljesen egyetértek a morgással, különben írt a kedves hallgató. Úgyhogy... És... Ez olyan dolog egyébként, én megfigyeltem konkrétan a Tesco-ban, uh-huh. Ugye ott volt azt hiszem először ez a történet, hogy nincs az a hosszú sora az önkiszolgáló kasszákhoz, ami ne menne le gyorsabban, mint ami áll a humán kasszáknál. Tehát magyarul mindig megéri beállni az önkiszolgáló kasszához. Ezt azért szem előtt kell tartani az összes morgással, meg hogy állandóan beszél az automata, meg jaj, én dolgozok, és meg én is fizetek, hogy ha számít az idő, és nem akarsz ott marhasokat ott lenni, akkor biztos, hogy jobban jársz vele, mint persze, a... nyilvánvalóan. Tehát egy csomó mindent el kell dönteni, hogy mennyi terméked van, meg tehát nagyon sok ismeretlenes egyenlet ez. De a lényeg az, hogy azért ezt lehetne főleg ezekkel a gépekkel egyszerűbbé tenni. Tehát mindent lehet egyszerűbbé tenni. Mibe tart beprogramozni? Péntekig boroghatunk, hogy minden legyen egyszerűbb. Igen, és ezt hívják úgy, hogy fejlődés. Tehát így megyünk előre, nem pedig beletörődünk abba, ami van, és visszasüllyedünk nyakig. Na jó, menjünk tovább, mert van dolgunk az Alibabával is. My life.